egy 28 kW-os rendszer, ennek az épületnek a teljes villamos energiaköltsége nullás lesz. Bátaszéken a város fenntartásában csak olyan közintézmény van, mely az elmúlt évek alatt átesett energetikai korszerűsítésen. Ilyen az orvosi rendelő, az általános iskola vagy a sportcsarnok épülete is. Bozsolik Robert polgármester azt mondta, mindig is szempont volt a környezetvédelme és a széndioxid kibocsátás mértékének csökkentése. A tanúszodánál úgy tervezzük, hogy 12 millió forinttal fog csökkenni durván a gázenergia költség. Ugye a tornacsarnoknak volt olyan 2 millió a villamosenergia költsége. Hát éves szinten szerintem közel vagyunk a 20 millió forinthoz, ami energia költségcsökkentést eredményez, hogyha az összes intézményünknek a korszerűsítését figyelembe vesszük. A napokban egy a területfejlesztési operatív program által finanszírozott fejlesztés eredményeként fejeződött be a második Téla gimnázium energetikai korszerűsítése, melynek eredményeként nem kell majd az elektromos államért fizetnie a fenntartónak. Egy 28,3 kW-os erőmű fogja innentől kezdve a villamos energiát termelni, és ennek köszönhetően az üzembehelyezés pillanatától a tankerület által fenntartott intézmény villamos energia költsége nullára fog éves szinten csökkenni. Sümegi József az intézmény igazgatója azt mondta, annak ellenére, hogy nem bánt a szék a fenntartó, folyamatosan tudott a város segítségével az épület és környezete korszerűsödni. Nagyon sok olyan fejlesztés történt, például ez a szép térköves bejárat is ennek a része, amellyel évente a város odáll az iskola mellé, és hát most ennek természetesen ennek része a napelemes beruházás is. A 16,9 millió forintos beruházás eredményeként 102 darab napelemet szereltek fel a bátaszéki gimnázium épületére.